Kitüntette az emberi erőforrások minisztere azt a budapesti tanárt, aki megvédte diákjait egy késelő férfitől az egyik villamoson még decemberben. A támadó megszúrta a pedagógust, aki ennek ellenére először visszavitte a diákokat az iskolába, csak utána ment orvoshoz. Kásler Miklós példás, felelősségteljes magatartásáért Trefort Ágoston díjat adományozott Farkas Jánosnak. Az ő emléke méltó ahhoz a cselekedethez, amit Farkas János tanár úr a diákjaiért elkövetett, nem csak a művelődésükért, nem csak a test és a szellem egységéért, a harmonikus emberélet kialakításáért, hanem a diákok megvédése után sebesülten is nem magával foglalkozott elsősorban, hanem a diákok biztonságba helyezéséért.